Lukács Zoltán, frakcióvezető helyettes a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tényleg most jöttek rá, hogy Türmer Gyula pártja az kommunista munkáspárt elveket, eszméket? Én már elég régen rájöttem. Én is azt hittem, hogy rájöttek régen, de hát akkor megmérültek le egy asztalhoz múlt héten. Én azt tudom, hogy volt egy ilyen meghívás a Magyar Szocialista Párt részére, oda Baló András elnök helyettes delegálta a Magyar Szocialista Párt, természetesen Baló András elment oda, ott látta résztvevőket, erről tájékoztatta a párt elnökségét, a frakciót, ma tartott az elnökség és a frakció egy együttes ülést, tehát ez múlt egy csütörtökön volt, közben volt egy hétvége, ma volt délelőtt egy ilyen ülés, Baló András tájékoztatott minket erről, és a bejátszásban már hallott döntést hoztuk. Nyilván a Türmer Gyula féle párt az nekünk nem lehet partnerünk ebben. Elutasítják a euróatlanti értékeket, tulajdonképpen Európa ellenes politikai üzeneteik vannak, és azt gondoljuk, hogy azok az értékek, azok az üzenetek, amiket ők képviselnek, az a Magyar Szocialista Párt számára nem vállalható. Így aztán ma el is döntöttük, hogy továbbiakban, amíg ez a párt részt vesz, addig mi nekünk ebben nincsen keresni. De hát akkor, amikor Schmuck Andort kérdeztem erről az egészről, akkor ő azt mondta, hogy ez már harmadik találkozó volt. Először a játékszabályokat fektették le, aztán megegyeztek a nem tudom mibe, és akkor végül összeültek így ebben a kávézóban. Én azt tudom, hogy ebben az ügyben testületi döntés ma született. És ez a testületi döntés pedig azt tartalmazza, amit mondunk. Hát én azt értem, tehát gondolom, hogy nem máshol döntöttek, és más mondanak így a mai nap folyamán így azonnal, de én igazából arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit nem gondolták át. Tehát fú, ellenzéki, baloldali, kerekasztal, menjünk el, nézzük meg, és akkor így telt múlt az idő, és rájöttek, hogy hát lehet, hogy nem kéne a munkáspárttal együtt közösséget vállalni. Pontosan így van. Tehát amikor minket egyeztetni hívnak, és arról van szó, hogy együttműködést ajánlanak nekünk, mi folyamatosan ezt mondjuk, minden demokratikus erővel együttműködünk. De amikor azzal szembesülünk, hogy egy ilyen helyen számukra, vagy a mi megítélésünk szerint nem demokratikus erőket is bekívánnak vonni ebbe az ügybe, akkor a Magyar Szocialista Pártnak nincsen más választás, amit azt mondja, hogy noha nyilván ebben az ügyben ők is láthatóan ezt a célt tűzték ki, mégpedig ennek a kormánynak a leváltását. Mondok egy példát, a Jobbik is ennek a kormánynak a leváltásáról beszél, ettől függetlenül a Szocialista Párt nem fog együttműködni. Jó van, de Türmerékkel már leültek, vagy egyszer, vagy háromszor, most azt nem tudom, hogy az első kettő az milyen egyeztetés volt. Hát Balog András, amikor megtörtént ez a egyeztetés, és utána nyilatkozott, akkor például Bolgár Györgynek is azt mondta a Klubrádióban, hogy együttesen ezek az erők jelentenek, tehát az MSZP egyedül nem, a baloldali erőkkel össze kell fogni, és akkor itt Türmer Gyulával kapcsolatban meg a kapitalizmus és az eszmék és a nem tudom miről beszél, de nem határolódott el. Tehát ő ott volt, és nem mondta azt másnap vagy utána, hogy fú, hát elmentem, de amikor megláttam, hogy ott van a munkáspárt, és hát szóltam a többieknek, hogy gyerekek, meleg a pite, ebben mi ne vegyünk részt. Tehát ő szépen kifejtette, hogy az összefogás részeként mindenkivel lehet együtt dolgozni. Az a szép a Magyar Szocialista Pártban, hogy demokratikus berendezkedés. Mindig ezt mondják, amikor össze-vissza beszélnek, akkor mindig azt mondják, hogy azt demokratikusak. Gondolom, hogy amióta leültem erre a székre, ugyanazt mondom, a Magyar Szocialista Párt előtt világossá vált, hogy a Türmer Gyula féle párt is benne van ebben a kerekasztalban, bár ez a kerekasztal dolog, ez már kezd egy kicsit furcsa, mert mindenki kerekasztalokat csinál. Épp ma mondtam, ezt hogy az Artur kezdte. Igen, leginkább a butorasztalosok fognak ebbe az ügybe jól járni, de komolyra fordítva a szót, nyilván a Bolgár úr műsorában az elnök helyettes úr ezt mondta, az elnök helyettes úr magánvéleményeként kezelem ezt a kérdést. A Magyar Szocialista Párt akkor vesz részt bármiben, amikor a Magyar Szocialista Párt megfelelő testületei ebbe döntést hoztak. Márpedig a megfelelő testületek ma azt a döntést hozták, hogy ebben nem veszünk részt. Nyilván lehet, hogy az elnök helyettes úrnak ebben más véleménye volt, vagy abban a pillanatban, amikor ez a beszélgetés zajlott, ő ezt máshogy látta, de elnök helyettes úr egy fegyelmezett ember, és nyilván tudomásul fogja venni. És örül, hogy többet nem küldik a Türmerhez. Hát nagy valószínűséggel örül. Vagy amikor azt mondtam, hogy össze-vissza beszélek, akkor nem arra gondoltam, hogy leül velem szembe egy politikus, és ő össze-vissza beszél, bár lehet, hogy ilyen is volt már, hanem a Szocialista Pártra, akkor inkább azt mondom, hogy
széthúznak, vagy több irányba beszél, tehát hogy egyikük ezt mondja, másikük azt mondja, ellentmondanak egymásnak. Volt már az elmúlt években szép számmal ilyen példa, és akkor mindig azt mondja, hát igen, mert egy demokratikus vitatkozó párt vagyunk. Erre gondolom, hogy össze-vissza beszél. Hát én azt gondolom, hogy ha időrendbe tesszük a dolgot, akkor világossá válik. Az, hogy minket odahívtak, és oda küldtünk egy elnökhelyettest. Balogatás ismeri Türmer Gyulát? Lehet, hogy nem is ismerte fel. Hát én nem tudom, ismeri a Türmer Gyulát. Én személyesen nem ismerem. Én akkor láttam utoljára, amikor Tatabányán a kampányban üvöltözött, hogy le kell váltani a szocialista kormányt. Ebből adódóan... Milyen szép utam, meg leülek vele egy asztalhoz. Én nagyon nem zártam a szívembe Türmer Gyulát. Mondjuk Kapolyi úrat se zártam nagyon a szívembe. Kapolyi úrat se zártam nagyon a szívembe, ha ott tartunk, mert hát ő nekünk azért jelentős politikai károkat okozott, főleg Komárom megyébe, ha a vértesi erőmű ügyét veszem elő, tehát én azért vele se ápolok mély barátságot ebben a kérdésben, de hát nyilván a Magyar Szocialista Párt nem az attól teszi függővé a politikai mozgását, hogy én kivel ápolok barátságot. Azt gondolom, hogy vannak vállalhatatlan politikusok, nekem ugyanolyan vállalhatatlan politikus Türmer Gyula, és személyesen azt gondolom, hogy nekem vállalhatatlan politikus Kapolyi úr is. Hát jó, van Balog András, meg szegény nagykövet volt, lehet, hogy nem is ismerte fel Türmer Gyula. Hát azért kellett Balog Andrásnak ma elmondanunk, hogy a Szocialista Pártnak mi a többségi álláspontja, és ehhez nyilván Balog András tartani fogja magát. Na és mi a Szocialista Pártnak a többségi álláspontja, ha már van ilyen? Lesz-e ötpárti egyeztetés, amit ma Lázár János javasolt? Jaj, Lázár János ma nagyon békülékeny volt, egészen meghatódtunk, tehát én el is morzsoltam egy-két könycseppet a szememben. Nekünk az a véleményünk erről, hogy Lázár János hát új sminket tett magára, meg a Fidesz is. Most sminket? Hirtelen sminket. Most hirtelen ők ötpárti egyeztetést akarnak, de hát nevetséges a történet, porhintés. Mi azt mondjuk ebben, elég egyértelmű álláspontunk van, akkor van értelme bármiféle ötpárti egyeztetésnek, hogyha azokat a törvényeket, amiket ők egyébként egyeztetés nélkül átnyomtak a parlamenten, munkatörvénykönyve, választójogi törvény, az adótörvények, és sorolhatnánk tovább, ha ezeket ők hajlandóak, mert tényleg úgy gondolják, hogy fontos ez, mert azt mondta ugye, azt hiszem Berlinbe Lázár úr, hogy ki akarják javítani a hibájukat, hát van mit. Úgyhogy akkor talán nyissuk fel újra ezeket a törvényeket, ebben legyenek ötpárti egyeztetések, és ezt tényleg megteszik, akkor azt gondolom, hogy ők egy jó irányba mozdultak el. De amíg egy választójogi törvénynek a végrehajtási törvényét akarják ők velünk megbeszélni, tehát az, hogy a választójogi rendszer... Hát nem olyan kis falat ez a pártfinanszírozás, a kampányfinanszírozás. Az egy nagyon... A párt és kampányfinanszírozásról nekünk bent van a parlament előtt jó régen egy törvényjavaslat. Na, erről lehetne most ötpárti vitát többször folytatni. Leszavazták, nem vették még napirendre sem. Hát most. Ebben nem kell ötpárti vitát tartani. Ötpárti vitát benyújtott törvényekről nyugodtan lehet tartani a plenáris ülésen. Tehát mi azt mondtuk, hogy talán legyenek kedvesek megszavazni a napirendre vételét, és akkor nincs ezzel probléma. De még egyszer mondom, a választójogi törvényt átnyomták, amin ők megpróbálják bebetonozni a hatalmukat, és utána álságos módon azt mondják, hogy a választójogi törvény végrehajtásáról szóló törvényben már egyeztessünk. Tehát szélső esetben azt mondom, hogy néznek ki a választók kerületek és a választójogi rendszer, arról ne, de hogy milyen színű papírra nyomjuk majd a cédulákat, arról már egyeztessünk. Hát ez porhintés. Akkor most ez azt jelenti, hogy nem vesznek részt az ötpártin? Most kaptunk egy levelet Lázár úrtól, egy nagyon kedves hangú, illatos levelet, hogy mi menjünk el és egyeztessünk ebben az ügyben. Illatos is volt? Hát nagyon szerelmes levelet kaptunk. Tehát Lázár úr olyan szinten kezd szeretni minket, hogy már-már zavarba jövünk. Nyilván látta a Lázár úr is, hogy a hullámvasút itt a Városligetben a legtetejéről, a legaljáról menő része az semmi ahhoz képest, amit az ő tetszésindexük produkál. Hát nyilván most akkor az ő agytröztjük kitalálta, hogy akkor most csináljunk mosolykampányt, és csináljunk úgy, mintha mi milyen nagyon demokratikusak lennénk. Szóval elmennek az ötpártira, vagy sem? Írunk egy levele, levélre levelet írunk. Nincs abban semmi. Majd valamikor legyen ötpárti, tehát még egy időpont sincs benne. Részt vesznek, vagy nem vesznek? A levélre válaszolni fogunk, az lesz benne, amit most itt elmondtam. Amennyiben hajlandóak azokban az ügyekben is újra felvenni a fonalat és beszélgetni róla, akár csak tárgyalni arról, hogy újra nyitjuk el törvényeket, akkor látjuk értelmét, ha pedig erre nem hajlandóak, akkor ebben az ő bohózatukban mi nem kívánunk részt venni. Értem. Köszönöm szépen, na akkor majd, ha meg lesz a levél, akkor azt meg jól elmondjuk, hogy mit válaszoltak. Nagyon szívesen.